Köszöntöm a nézőket, ismét napszemle kezdődik. Mutatjuk, melyek a fontosabb témák. Játékokkal csalogatták a Szent István térre a családokat, jó hangulatúra sikeredett a családi nap. Közzétették az óvások utáni végleges érettségi eredményeket, több diák kap oklevelet a fellebbezések után. Bartalis, Sofron és Bece mesél a jégkorongozás szépségeiről a gyerekeknek és szüleiknek. Családi napot szervezett a Caritas a Szent István téren. A plébánia felkérésének eleget téve olyan programokat állítottak össze, amelyekkel gyerekeket és felnőtteket is a térre csalogattak. A szokottnál is jobban pezsgett az élet a Bucsi negyedi Szent István téren szombaton. Gyerekek vették birtokukba a teret szüleik, nagyszüleik kíséretében. Picik, kicsik, de akár a kamaszok és persze a játékos kedvű felnőtt családtagok is találtak kedvükre valót. A feladatokat a Caritas szociális ágazata 4 programjának munkatársai és az önkéntesek irányították. A Szent István plébániához tartozó plébános atyák Keresztes Zoltán név szerint megkért, hogy szeretné, hogy kicsi életetre leheljünk erre a térre, nemrég volt felszentelve, és amúgy is már a lakók használják ezt a teret, és egy ilyen rendezvényszerű, tudatos összehívást szeretett volna, ennek tettünk eleget. Egy ilyen családi nap keretében a Gyulafehérvári Caritas szociális ágazatában dolgozó 4 program, úgy mint a családsegítő szolgálat, az önkéntesség, a korai nevelők és a kiút konzultációs program munkatársai, összedugtuk a fejünket, és egy ilyen gyerekeken keresztül próbáljuk becsalogatni a lakókat, a felnőtteket is, és ehhez pedig egy ilyen különböző ügyességi, vetélkedő kicsi pályákat alakítottunk ki, ahol a gyerekek majd ügyeskednek, részt vesznek, teljesítik a feladatokat, kapnak majd zsetont, és a zsetonokat le lehet majd vásárolni ilyen beváltó standoknál, mint arcfestés, hajfonás, varázspatika, meg a varázskemence standokon. A cél az volt, hogy a nemrég felavatott tér megteljen élettel, tartalmasan szórakozzanak kicsik és nagyok. Ez sikerült is. A gyerekek szorgalmasan gyűjtögették a zsetonokat a különböző játékokon, hogy aztán beváltsák a gyűjteményt. A szülők számára a templom előterében alakította ki kávézót, hogy ott beszélgethessenek. Mindig valami téma köré szoktuk tervezni a családi napokat. Most a kimondott célja a mai alkalommal pedig az együttlét, a különböző szerepekből a gyerekek, a szülők egymást megkóstolhatják, más szempontból tölthetnek el minőségi időt. Valamint nem utolsó sorban ennek a felkérésnek is eleget téve, hogy most egy tudatosan szervezett rendezvény ezen a Szent István téren, ahol nemrég volt felszentelve. Talán most mondhatjuk azt, hogy teljesen fel van újítva, virágokkal, ágyásokkal, minden rendjén van. A támogatóink közé tartozik főtámogatóként Hargita megye tanácsa, valamint Gyergyószent Miklós város önkormányzata, továbbá a Szent István plébánia, továbbá Harmopán pékség, az Izsó Universál mind támogatták a rendezvényünket. Az egész délelőttet kitöltő családi nap szentmisével zárult. Az áramszolgáltató felhívása értelmében július 19-én, kedden 9 és 15 óra között szünetel az áramszolgáltatás a Gyilkostó üdülőtelepen, a Csónakház és a Pisztrangászat környékén, illetve a Tölgymező utcában, az Állomás utcában, valamint az ipari zónában. Köszönik a fogyasztók megértését. Közzétették az érettségi óvások utáni eredményeket, amely szerint közel 1% ponttal javult a Hargita megyei diákok átmenési aránya. Az óvások előtt a végzősök 60,09%-a érte el a 6-os átlagot, az újrajavítások után pedig 61,07%-uk. A legtöbb írásos kifogást nem csak a megyében, hanem országosan is a román nyelv és irodalomvizsga jegyei miatt nyújtották be az érettségizők. A gyergyószentmiklósi érettségizők közül is sokan adtak be kérést arra vonatkozóan, hogy javítsák újra az érettségi vizsgákon írt egy vagy több dolgozatukat. Többüknek nőtt a jegye a fellebbezés után, de sokan vannak azok is, akik az újrajavítás miatt még kisebb jegyet kaptak.
A Salamon Ernő gimnáziumban a korábbi 139 helyett 140-en kapnak érettségi oklevelet, az óvások után egyel nőtt a sikeresen érettségizők száma ebben az intézményben. A Batthyány Ignác Technikai Kollégiumban 88 vizsgázóból 45-en tudtak maguk mögött sikeres vizsgasorozatot múlt héten, a fellebbezések nyomán 47-re emelkedett a számuk. A Fogarasi Mihály Műszaki Liceumban 53-ból 7-en vizsgáztak sikeresen összesen, egy vizsgázónak sikerült átmenő átlagot elérnie a fellebbezés nyomán. A Szpuntó Nikolaj Román Tannyelvű Liceumban egyel kevesebb tárgyból tették próbára a végzősöket, hiszen magyar nyelvből nem kellett vizsgázniuk, itt 9,71 a legnagyobb jegy, a 40 érettségire jelentkezőből összesen 31-en vették sikerrel az érettségi vizsgasorozatot. Hargita megyében összesen 746 dolgozatjegyét óvták meg az érettségizők a múlt keddi eredményhirdetés után. Ez kevesebb a tavalyinál, amikor az érettségi után 958 dolgozat újrajavítását igényelték. Ahogy az előző években, ezúttal is románból volt a legtöbb újrajavítási kérés, azaz 349, magyarból 147, matematikából pedig 114 dolgozatjegyét óvták meg az érettségizők. A többi tantárgyból pedig ennél kevesebb, 100 alatti újrajavítási kérést nyújtottak be. Idén a Hargita megyei diákok írásbeli dolgozatait Maros megyében, míg a 746 megóvottat Kolozs megyében javították. Újabb nyugtalottó sorsolást tartottak vasárnap este azok a nyertes nyugták, amelyen a június 13-ai dátum és a 678 lejes összeg szerepel. A pénzjutalom legkevesebb 10 000 lej, ha a nyereményigénylések száma nem haladja meg a 100-at. A nyereményért 30 napon belül kell jelentkezni az adóhatóság területi kirendeltségeinél, ahol az igénylő kap egy egyedi regisztrációs számot és hazaviheti a nyugta hiteles másolatát. A 30 nap elteltével a nyugták hitelességének ellenőrzése után a nyereményre esélyes regisztrációs számok listáját a pénzügyminisztérium és az adóhatóság honlapjára töltik fel. Többsebből vérzik a szakmunkás képzés, ez derül ki egy országos program keretében készült felmérésből. Az Iparos Románia elnevezésű tanulmányból kitűnik például az, hogy romániai munkáltatók 65%-a elégedetlen a szakiskolát végzett fiatalok gyakorlati felkészültségével, de arra is fény derült, hogy a munkaadók 85%-a szerint a szakiskolát végzett fiatalok száma messze nem elegendő. Szájbert Norbert az egyik máramaros-szigeti bútorgyártó cégnél dolgozik. Pár éve került a vállalathoz, teljesen a nulláról kezdte. Nem tudtam semmit, amikor idejöttem, a kollégák tanították meg a mesterséget, az iskola mellett párhuzamosan dolgoztam, és most a részlegemen már főmunkás vagyok. Hozzá hasonlóan sok fiatal úgy kerül ki a romániai szakiskolákból, hogy szinte semmi gyakorlati tudása nincs. A szakoktatás iránti érdektelenség minden ágazatban óriási szakemberhiányhoz vezetett. Amikor praktikázni mennek... A Szatmár megyei főtanfelügyelő helyettes elmondta, hogy a megyében a következő tanévtől 55 szakosztályt indítanak román és magyar nyelven, ám ezekben nem tudnak gyakorlatorientált oktatást biztosítani. Ahhoz, hogy a szakoktatásnak a minőségét emeljük, szükség lenne nagyon jól felszerelt utolsó generációs tanműhelyekre. Ez rengeteg pénzt jelentene. Erre az iskoláknak gyakorlatilag nincsen megfelelő keretük. Gondot jelent még a szakiskolákban a mesterek hiánya, de a tananyag elméleti részét is karcsúsítani kellene. A gyakorlati tudás megszerzésében megoldást nyújtana a duális képzés. Ebben a nagykárolyi szakközépiskolában például már 4 éve ilyen képzés szerint oktatnak. Az iskolában csak olyan szakokat indítanak, amelyek iránt van kereslet a piacon. Jövőtől például a logisztikai ügyintéző szakmát is ki lehet majd tanulni itt. Mindegyik szakmának megfelelően különböző cégekkel kötöttünk szerződést, és duális rendszerben a gyerekek szakmának megfelelően különböző cégeknél végzik a gyakorlati képzést. Az egyik ilyen cég egy bútorgyártó vállalat, amelynek kárpitosokat képez az iskola. A duális rendszer bevezetése óta gördülékenyebben zajlik a diákok betanítása. A tapasztalat az volt, mielőtt a duális képzés beindult, hogy azok a fiatalok, akik mi hozzánk jöttek, azok zéróról kezdték. Tehát onnan kezdve, hogy bejöttek a gyárhoz, egészen ameddig belettek tanulva, tanítva, 9 hónap telt el. A szakoktatást elemző tanulmány rávilágít arra is, hogy a kétkezi munkának nincs méltósága Romániában. A lakosok 80%-a nem viszonyul tisztelettel a mesterségek iránt.
Új bankjegyeket fognak nyomtatni Romániában a címer változása miatt. A Benere szóvivője Dan Szucsú egy tévéműsorban beszélt az új bankjegyek kibocsátásáról. Nyilatkozata szerint a bankjegyek cseréjét már idén elkezdik, de hogy erre pontosan mikor kerül sor, arra nem tudott választ adni. Hangsúlyozta, a lakosságnak nincs miért nyugtalankodnia, mert a jelenleg forgalomban lévő pénz is érvényes fizetőeszköz marad, a bankjegyeket fokozatosan fogják újakra cserélni. Romániában legutóbb 2008-ban módosultak a bankjegyek. Történelmi fordulóponthoz érkezett a romániai hitelezés. A rendszerváltás óta ugyanis idén először adtak a bankok több lakossági hitelt, mint vállalkozói kölcsönt. Szakértők szerint ennek számos hátulütője lehet. A romániai bankok az idei év első 5 hónapjában 12,4 milliárd lei hitelt nyújtottak a lakosságnak. Ezzel szemben ugyanebben az időszakban a vállalkozások mindössze 9,3 milliárd lei kölcsönt vettek fel. A híradónk által megkérdezett gazdasági szakértő szerint ez konkrét jele az egészségtelen és hosszú távon tarthatatlan gazdasági fejlődésnek. Ez főként a fogyasztói hitelek növekedésével magyarázható, amelyek az elmúlt 6 hónapban 44%-kal megnőttek, ami negatív hatással van amiatt, hogy a gazdasági növekedés kizárólag a fogyasztásra épül. Májusban pedig áprilishoz képest 15%-kal nőtt az ingatlan hitel az elsőház program keretében, de mivel a garancia alap hamarosan kiürül, újra a fogyasztói hitelek növekedésére számíthatunk majd. A lakossági hitelek folyosítása 3 évvel ezelőtt kezdett el gyors ütemben növekedni, fél évenként 20-30%-kal. A vállalkozói hitelek azonban a felére csökkentek a 2007-2008-as időszakhoz képest. Diósi László bankigazgató szerint az elsőház program pozitívumként hatott a lakossági hitelezésre, ezzel szemben viszont a vállalkozásoknak adott kölcsön mértéke a cégek fejlődésének a lelassulásáról árulkodott. Ez azt jelenti, hogy a vállalatok elhalasztották a beruházásaikat a bizonytalan politikai és jogi környezet miatt, nem jönnek új beruházások, és ami hitelük van, azt leginkább a forgóeszközeikre koncentrálják. Ami azt jelenti, hogy a következő években a gazdaság fejlődése akár el is maradhat a várakozásoktól. Ja, ami most lenne vállalati hitel, az a következő években hozná meg az eredményt. A vállalatoknak nyújtott rosszul teljesítő hitelek értéke elérte a 25 milliárd lejt, ami az összes rosszul teljesítő hitel több mint 70%-át tette ki. A teljes hitelportfólió kevesebb, mint felét a vállalkozói hitelek teszik ki. A gyulafehérvári Caritas vidékfejlesztés kenyérsítő képzéseket szervez Gyergyószentmiklóson a Varga Katalin utca 3 szám alatt, a volt Agro Caritas udvarán. Két képzésre kerül sor, július 23-án, illetve augusztus 13-án. Az egynapos képzések során elsajátítható a kovászolás, kelesztés mikéntje, a dagasztás, a minőségi liszt kiválasztásának fontossága. A képzés során az udvaron felépített hagyományos kemencében süti meg minden résztvevő az általa elkészített kenyeret, amit haza is vihet. Egy képzés ára 110 lejbe kerül, jelentkezni legkésőbb 2 nappal a képzés előtt lehet. Jégkorongozni vágyó gyerekeket toboroz jövő héttől az induló Székelyföldi Jégkorong Akadémia. A Székely Hokiverbunk karavánja július 20-án érinti Gyergyószentmiklóst. Az akadémia közlése szerint az eseményekre ellátogat Bartalis István, Sofron István és Bece Tihamér, napjaink legnépszerűbb székelyhokistái, akik a sportágról, karrierről, munkáról és sikerekről, a jégkorong szépségeiről mesélnek majd a hokizni vágyó gyermekeknek és szüleiknek, nagyszüleiknek. A Hokiverbunk karavánja szerdán 16 óra 30 perctől Gyergyószentmiklóson a művelődési központ előtti parkolóban mutatkozik be, de 19 órától közönség találkozóra is sor kerül a Your Living Room teraszán. A Székelyföldi Jégkorong Akadémia célja tehetséges fiatalok felkutatása és képzése. Szakembergárdájuk arra törekszik, hogy növendékei a székely jégkorong hírnevét öregbítsék a jövőben, sportolóként, edzőként, sportvezetőként. Ugyanakkor az intézménynek fontos célja a nemzeti öntudat megerősítése és az itthonmaradásra való biztatás. A Székelyföldi Jégkorong Akadémia tevékenysége egész Székelyföldre kiterjed. Központja Csíkharcfalva, alközpontjai pedig Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Alcsík, Csíkszentimre, Marosvásárhely és Székelyudvarhely lesznek.
Az intézmény létrejöttét és működését a magyar kormány, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatja. Mutatjuk még egyszer röviden a fontosabb mai témákat. Játékokkal csalogatták a Szent István térre a családokat, jó hangulatúra sikeredett a családi nap. Közzétették az óvások utáni végleges érettségi eredményeket, több diák kap oklevelet a fellebbezések után. Bartalis, Sofron és Bece mesél a jégkorongozás szépségeiről a gyerekeknek és szüleiknek. Ez volt a Napszemle ma, köszönöm, hogy velünk tartottak. Várom Önöket holnap is a szokott időben, viszontlátásra!